egy pulykástúros kislorent készítek, egy kis pórihagymával, de mi is ez a kislorent? Francia eredete van, és a klasszikus kislorent pórihagymával és császárszalonnával készül, bármivel készülhet, de hogyha nem pórihagyma és császárszalona van benne, akkor csak kisnek szabad hívni, tehát ez egy pulykástúros kis lesz. A tésztával kell kezdeni, a világ legegyszerűbb tésztája, de viszont egy-két apróságra oda kell figyelni. A tésztához semmi más nem kell, csak vaj, liszt, víz és só. Azonban ezeket be kell hűteni, nagyon-nagyon fontos, hogy hideg legyen. Úgyhogy a hűtőben van a liszt, a vaj és a víz is. A víz akkor jó ehhez a tésztához, hogyha vékony jéghártya van a tetején. Tehát körülbelül olyan 0 fokosnak kell lenni a víznek, tehát ami éppen még nem teljesen jeges, de már megjelentek rajta a jégkristályok. A lisztet beleöntöm egy nagyobb edénybe, alaposan megsózom, és a vajat elkezdem ráreszelni, a fagyos vajat. Arra kell figyelni, hogy amikor reszelem a vajat, sűrűn forgatom, mert hiszen a kezem melege megolvasztja. Nincs fese, az összes vajat föl kell reszelni. Elkezdhetem a tésztát összedolgozni. Egy kicsit elmorzsolom a liszttel, még mielőtt a vizet hozzárakom. Érzem a kezemmel, hogy hideg, és most még hidegebb lesz, mert jön hozzá a jeges víz. Lassan kiboríthatom az edényből. Nyugodtan borítsuk ki a konyhapultra, vagy a nyújtódeszkára. Az utolsó szálig minden apró kis lisztszemcsét, vajdarabkát föl fog venni a tészta. Fontos mozzanata van, mégpedig az, hogy légmentesen fóliába tekerjük, és legkevesebb, tehát legkevesebb 20 percet kell pihentetni. Én jobban szeretem, hogy éjszakát pihen egyébként. Beraktam a hűtőbe, addig tudok foglalkozni a többi hozzávalóval. Ehhez pulykát használunk, levágok belőle egy nagyobb darabot, és egészbe fogom megsütni. Melegítek egy serpenyőt, egy kis vajat rakok a serpenyőbe, megvárom még egy kicsit elolvad, fölhabzik, közben egy hagymát félbe vágok, majd vágok belőle két cikket, egy fokhagymát is fogok hozzá használni, ezt csak egy kicsit megtöröm, megzúzom, jöhet a pulyka. Őt nem akarom nagyon-nagyon hirtelen megsütni, nem akarom, hogy nagyon-nagyon hirtelen kapjon pörzsanyagot, mert hiszen ezt majd, hogyha átsül, kockára fogom vágni, és ez fog a pitébe belekerülni. Hozzá is adom a hagymát, fokhagymát, egy kevés sárgarépát, és egy kis petrezselyem szárat. Sózom is. És így a zöldséggel együtt sütögetem, és a zöldség, a hagyma, a sárgarépa fantasztikus ízt fog átadni a húsnak. Egy picit borsozom is, a pulyka minden oldalát megpirítom. Így, ahogy van, berakom a sütőbe, 150 fokra, körülbelül 10-15 perc. Elkészítem a pórihagymát, szintén egy kis vaj, amíg elolvad a vaj, a túrót csak itt szétmorzsoltam ilyen nagyobb darabokra, rakok még egy kis vajat, jöhet a pórihagyma, egy picit megsózom, amíg a pórihagymám picit megpirul, addig a pitének, vagyis a kisnek a másik fontos eleme, az a szintén a töltelékhez tartozik, tejszínt fogunk használni, körülbelül úgy számolunk, hogy egy deci tejszínhez egy egész tojást számolunk, tehát semmi más dolgunk nincs, mint a tojásokat hozzákeverni a tejszínhez. Tehát benne vannak a tojások, reszelek bele egy kis sajtot. Közben a pórihagyma is elkészült. Lehúzom a tűzről, és egy fontos dolog, még a szakácsok is nagyon sűrűn elrontják, hogy belütötték a tojást a tejszínbe, hozzáraktak a sajtot, majd fogják a kézi turmixot és elkezdik el turmixolni. Ez nagyon-nagyon nem jó, ugyanis a tojás, hogyha turmixoljuk, elveszti a struktúráját, gyakorlatilag nem fogja nekünk összefogni a tejszín, tehát nem lesz egy ilyen krémes, puha pite töltelékünk, hanem egy ilyen morzsalékos, zsíros valamink. Úgyhogy a habverőt se nagyon szoktam szeretni ehhez a feladathoz, vagy egy villát, vagy pedig a csipeszemet szoktam használni. Megsózzuk természetesen. Íme a tojásos, sajtos tejszín.
amit szintén félrerakok. Még a pulykát is sütöm egy kicsit, úgyhogy amíg sül, addig elkezdek foglalkozni magával a fitetésztával. Ehhez szükség van zsírpapírra, elegendőt pihent a tészta, és még egy réteg zsírpapír. Két zsírpapír között fogom nyújtani a tésztát, egészen egyszerű oknál fogva. Nem akarok plusz lisztet a tésztába dolgozni, ebben lesz segítségemre a zsírpapír. Közben sűrűn megforgatom, és le is veszem róla a zsírpapírt, majd újra visszarakom, mert akarva akaratlanul is a ráncokat belenyújtom a tésztába, és ezt időnként meg kell szüntetni. Közben elkészült a pulyka, kivettem, de még a tésztával foglalkozom, de már mindjárt készen van. Körülbelül olyan 3-4 mm vastagra nyújtom a tésztát. Jöhet a pite forma. Nem szükséges kivajazni, nem szükséges utána kilisztezni. Egy a lényeg, hogy száraz legyen. A sütőt fölkapcsolom 180 fokra. Mehet a pite tészta a pite formába. Egy határozott mozdulat. Elkezdem belenyomkodni légmentesen a tésztát a formába. A zsírpapírt eltávolítom, a sarkából letépek egy darabot, és ezzel, különösen a sarkoknál, kinyomkodom alóla a levegőt. És levágom a felesleges tésztát. De most jön egy lényeges pillanat, amikor is megszurkálom a tésztát, sűrűn, sok helyen, a széleket is, kész is. Majd újra jön a zsírpapír, vissza nyomkodom, egészen a szélekhez szintén visszaillesztem, és úgy fogjuk elősütni a pite tésztánkat, hogy ebbe a zsírpapírba a tésztára nehezéket fogunk rakni. Mi a nehezék? Lehet kapni erre a célra kerámia golyókat, amik egyrészt azért praktikusak, mert hiszen a bab, illetve a rizs az előbb-utóbb megég, és 2-3 használat után ki kell őket dobnunk, ez pedig gyakorlatilag korlátlan ideig felhasználható. Tehát lesúlyoztuk a tésztánkat, mehet be a sütőbe a 180 fokra. Fölvágom a pulykát. Szép egyforma, körülbelül 1x1 centis kockákra vágom föl. Minden hozzávalóval elkészültünk, a pite is lesúlyozza, körülbelül 40 percet töltött a sütőben, úgyhogy szerintem el is készült. A kerámia golyó nagyon forró, úgyhogy nem nyúlok hozzá még véletlenül se. Íme a elősütött pite tészta, készítsük is el mozsologba egy kis túrót, mindenhova jusson, kisebb-nagyobb darab, úgy né. Jöhet a póréhagyma. Őt is elosztom, hogy mindenhova jusson. Jöhet a pulykahús. Ne sajnáljuk a tölteléket. Egy kis petezselyem. Nem vágom nagyon finomra, inkább csak ilyen durva darabokra. És akkor jöhet a tojásos, sajtos tejszín. Elkezdem belecsurgatni. Még egy kis sajtot a tetejére. És mehet vissza a 180 fokos sütőbe. Egy fél órát sült a kis. Nézzük meg, hogy hogy néz ki. Hát azt kell mondjam, nagyon jól sikerült. Amit tehetünk, hogy várunk vele egy kicsit, mert hogy ez szerintem langyosan a legfinomabb, méghozzá uzsonnára, vagy pedig tízóraira. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá!